Az U16-os csapat ezüstérmet szerzett. Gondoltál-e a szezon végén arra, hogy ez ezüstérem lesz ez a bajnoki végjáték? Esetleg jobbra számítottál, hogyan indult, milyen célokkal neki a bajnokságnak a csapat? Természetesen a bajnoki cím volt a cél, tehát egy kicsit csalódott vagyok. A kérdésed, hogy mondtad, hogy a bajnoki véghajrá, az végig is jól sikerült, mert az utolsó 6 meccsünk rangadó volt, és azt mind győzelemmel zártuk. Sajnos előtte volt ősszel 2 rangadó, amelyből csak 1 pontot szereztünk. Utána jött a 3. rangadó, ami szintén egy hazai fájó döntetlen. Utána sajnos volt egy olyan, 2 vereség az egyik, ami irreális időjárási körülmények között, tehát azt már a mérkőzés nem lett volna szabad végigjátszani. Dörgött villámlott, szakadt az eső. Azon múlt tulajdonképpen a bajnoki cím, ha mondhatjuk ezt egy meccsre, de nem egy meccsre vetítjük le. És akkor utána volt egy olyan rangadónk, hogy ugye van a Baja Lua labdarúgó utánpótlás akadémia, melynek van egy kiemelt U16-os csapata, mely a regionális bajnokságban szerepel, és hát itt a megyébe benevezték azokat, akik nem férnek abba a csapatba. Ősszel ott náluk simán nyertünk 13 múlra, akkor már érezhető volt, hogy tavasszal nem ezzel a csapattal jönnek el a visszavágóra. Ami nem is volt baj, mert remek mérkőzést játszottunk a kiemelt U16-os regionális bajnokságban szereplő csapatokkal. Hazai pályán végül is 5-4-es vereséget szenvedtünk, de úgyhogy a helyzetek alapján nekünk kellett volna nyerni. 3-0 volt a fél időben nekik, benne volt egy kiadós vereség, amihez ugye nem szoktunk hozzá, de onnan volt tartása a csapatnak, tehát megbeszéltük higgadtan a szünetben, hogy mit hogyan kellene. Feljöttünk 4-3-ra, volt 4-4, végül 5-4-re kikaptunk, úgyhogy még az utolsó percben is nekünk volt helyzetünk. Az egy igazi jó meccs volt, hát sajnos vereség, és hát az fájt nekem, hogy a riválisok volt 6 csapat, aki reálisan esélyes volt arra, hogy ezt a bajnokságot megnyerje. A riválisok ellen csak egyszer, illetve 2 csapat ellen álltak még ki ugyanígy, tehát tulajdonképpen így egy kicsit irreálissá tették a bajnokságot, de nem ezen a meccsen múlt, mert ebbe belefért volna egy vereség. Előtte voltak problémák, főleg az őszi 2 meccs előtt, hogy nagyon kevesen voltunk a nyáron, 12 játékossal kezdtük el, illetve utána lettünk 13-an, de akkor 2 abba hagyták, és hát igazából az volt a probléma, hogy edzésen létszám gondok voltak, volt, hogy csak 6-an voltunk, volt, mikor 4-en, majd, hogy nem egy kezemben meg tudom számolni az ősszel, mikor voltunk 10 fölött, és valahogy a végén, az utolsó 7-8 meccsre akkor döbbentek rá, hogy hoppát, vége lesz ennek a bajnokságnak, azért ez egy nagyon jó baráti közösség. És akkor már voltunk 12-en, 13-an, 14-en, meg segített az is, hogy vannak tehetséges játékosaink az U14-es bajnokságban, Szlovák Laci bácsinál, és mivel nekik hamarabb befejeződött a bajnokság, az utolsó, a halasztások miatt utolsó 4-7-ben 7 meccset játszottunk, és akkor már ők is rendelkezésre álltak, edzésre is tudtak jönni hozzánk, és már ilyen nem volt, hogy az utolsó 2 fordulóban 16 meg 17-es keretet tudtam beírni a jegyzőkönyvbe. Tehát, hogy mondjam, ezek után ilyen edzés látogatottság mellett szerintem valahol reális a második hely az ezüstérem. Tehát nem mondanám, hogy teljesen csalódott vagyok, de azért hát én úgy vágtam neki, hogy szerettem volna bajnok lenni, a gyerekek is, ők is. A végén már példás volt a hozzáállásuk, ahogy írogattak a csoportunkba, hogy de mindenki jöjjön, mert fontos, meg a meccsre is, meg minden. Tehát az a fáj, hogy ugye 2 csapat visszalépett, és akkor ezáltal ott sem tudtunk még játszani, tehát elmaradt, 2 nem jöttek el, tehát tulajdonképpen a 22-ből is 18 meccset játszottunk. Ezáltal most azt mondhatom, hogy a 22 forduló alapján volt 2-3 vereségünk, 2 döntetlenünk, tehát 13 vesztett pont, viszont a többit mindet megnyertük, a legkevesebb gólt mi kaptuk, 23-at, 147 gólt rúgtunk, a Kecsel rúgott egyel többet, de ellenünk 2 olyan csapat nem jött el, akik ellen itt volt, tehát gólzápor lett volna. Tehát ha ezeket a statisztikákat nézem, akkor azt mondom, hogy ez korrekt, kiváló, de azért még talán az volt a jó, hogy ebben a bajnokságban most nem 1-2 kiemelkedő csapat volt, hanem volt 6-7, aki ellen oda-vissza, ha más nézem, akkor a meccsek felén meg kellett szenvedni az eredményért. Ez így valahogy jó. Hát most hogy mondjam, nem szabad sírni egy ezüstérem után se, de azért az igazi cél az arra, hogy érem lett volna. Mondtad a játékos keretet, hogy voltak gondok, ugye korosztályról beszélünk, minden korosztályban vannak korosztályváltások, ez mennyire befolyásolta a csapatot ebben a szezonban, hogyan tudtatok létszámilag, játéktudásban, minőségileg is felállni a mérkőzésekre? Hát a létszámban voltak gondok sajnos, mert ugye most itt a 2006-7-es születésűekről beszélünk,
5 darab 2006-osunk maradt, és hát a szomorú az, hogy belőlük tulajdonképpen kézilabdázni sem mentek el sokan, a hetesekből mentek el sokan, akikkel kezdtem annó, illetve a Petőfi iskolában is, akik kezdték, és tulajdonképpen itt létszámgond volt, azelőtt is, mert ha azt nézem, hogy összesen volt 5 2006-os születésű, abból egy játékos most jött, érkezett ugye Császártőtésről, illetve a Dunajvárosból jött vissza, és hát abba hagyták közben, elmentek tovább tanulni, és így kevesen voltunk. Tehát ez kritikus volt, hogy alattunk tömeg van, úgymond a többi korosztálynál, itt nálunk sajnos ez ilyen létszámhiányos volt. A keceli csapat nyerte meg a bajnokságot, velük milyen mérkőzéseket játszottatok, dőlte ott el a bajnoki cím? Igen, szóval mindkétszer. Az elsőnél, hát érdekes játékvezetés mellett lett 3-3, de csak saját magunkat okolhatjuk, hiszen ott 10-3-ra kellett volna lenni. Voltak érdekes döntések, hát most erre nem na, jó, játékvezető ne beszéljünk. A visszavágó viszont az egyértelműen irreális volt, mert remek mérkőzés lett volna, így is. Tulajdonképpen egy fél időt végig lehetett játszani, viszont a első fél idő végén leszakadt az ég, 50 perc után kezdtük el a második félidőt. Tehát papíron, ha leveszem belőle a 10 perces félidőt, vagy 15 perc félidőt, igazából a várakozási idő 30 perc. Ők vezettek a 1-0-ra úgy, hogy sajnos ott is magunkat okolhatjuk, mert az elején 200-as helyzetünk kimaradt. Ők úgymond egyszer jöttek át a félpályán, gólt kaptunk, ez a mi hibánk, tetébe pontrúgásból, szögletből, ami csak figyelem kérdése, semmi más, és hát ők mindenféleképp le akarták játszani a mérkőzést, hogy ne szakadjon félve, mert akkor ugye újra kezdjük, illetve egy fél időt. És hát a másik fél nyitott volt, kimentünk, de hát, hogy mondjam, az első 10 percben is villámlott, szakadt az eső. Most lehet, hogy meg kellett volna lépni azt, hogy akkor én azt mondom, oké, mi ezt nem kérjük, lehívom a csapatot. De úgy mentünk el második fél időre is, hogy azért nyerni szeretnénk. Meg is voltak a lehetőségek. Volt ez az új büntetőszabály, nem akarom itt részletezni, de nem értem, mert látom a tévében, BL meccsen látom, bajnokin látom, más mérkőzésen. Ez a védőnek a vétlen kezezés megítélése, szóval ez nevetséges. Tehát ez a játékvezetőknek se jó. Ők is elismerték, hogy ugye a szurkolók egyik fele ezért szidja az édesanyjukat, a második fele azért. És hát volt egy ilyen szitu, aztán lett volna egy kiállítás, és az ő részéről azt elnéztük, és akkor csak annyit, hogy tulajdonképpen mindkétszer ugyanaz a játékvezető vezette, aki tulajdonképpen keceli születésű, tehát nem hinném, hogy ezen múlt, most foghatjuk erre, mert ez a legkönnyebb, azt mondja, ezért nem lettünk bajnokok, mert az a szemét játékvezető elcsalta a két meccset. Nem csalta el, csak rosszul fújt. Most ebben mi lettünk a szenvedőfél. És hát még egy komoly észrevétel, ami viszont nekem nagyon-nagyon rosszul esett, mert hát most már mennyi? 26? Hát 31 éve edzősködöm úgy, hogy serdülő, kisebb gyerekek, egyebek. Megmondom őszintén, az, amikor ilyen amatőr bajnokságban utánpótlás szinten hamis igazolások tömkelege, túlkoros játékosok szerepeltetése. És egy abszurd példa, itt pont a bácsalmás, a rivális elnökkel nagyon készültünk, és hál' Istennek, jó alaposan visszavágtunk az őszi vereségért, most már utólag kiderült, hogy ott is túlkorosok játszottak. Itt történt egy szerencsétlen baleset, véletlenül az egyik vendégjátékosnak eltört a keze. Utána néztük a jegyzőkönyvben, aki be volt írva helyette, tehát nem az volt. Tehát most mondanám azt, hogy mivel túlkoros és csaltak, meg ilyet nem mondhatunk, tehát az egészséggel nem szabad játszani, de ez nálam abszurd dolog. Akkor a kalocsaiak ellen kiderült, hogy aki a két gólt rúgta, az aznap osztálykiránduláson volt, tehát itt se lehetett volna, szóval. És ez most, ha visszagondolok, ez nekünk 5 pontunkba került, az pont a bajnoki cím lett volna. Tehát ezért fájó egy kicsit, meg ezért nem vagyok annyira csalódott, hogy azt mondom, hogy ez most tőlünk. Tehát mi tudjuk, amíg lesznek mérkőzések, meg ilyen amatőr szint, meg utánpótlás, mindig lesznek ilyen. És az volt a szomorú benne, hogy nem ilyen kis falusi csapatok, hogy ki tudjanak állni 11-en, vagy meglegyenek 13-an, hanem olyan településeken élők, meg játszók, ahol van gyerekanyag, de hát ez már legyen az ő bűnük meg. Természetesen, amikor rákérdeztünk, akkor tagadták, hogy ők ilyet nem csinálnak. Bár a bácsalmási helyzet érdekes volt, hogy egy rangadóra az utolsó meccsre eljönnek úgy, hogy a pályamunkás vezeti az autóbuszt, és ő ül a padon, de nincs is itt. Szóval, na, ennyit a komolyságról, úgyhogy így. Most lezárul ugye a bajnoki szezon, egy éremosztó ünnepségen vagyunk.
Mi történik ezután a csapattal veled, hogyan folytatódik majd a szezon, lesz edzőváltás a fiúkkal, mi történik, erről tudsz-e valamit mondani? Még bizonytalan, meg képlékeny minden, még itt egyeztetések lesznek az edző kollégákkal, a szakvezetéssel. Igazából ez most egy utolsó alkalom volt, évzáró vacsora. Szülők is szerettek volna jönni, a gyerekeket megkérdeztem, azt mondták, hogy ők már nagyok, nem kérnek a szülőkből most délutára, és akkor tulajdonképpen egy ilyen házi kis finom sütögetés volt, sült krumpli, sült csirke, ezt minden gyerek szereti, és akkor most egy kis szünet lesz, rövid, remélem, és akkor vannak terveink, még ez sem dőlt el, tehát a jövőre nézve, tulajdonképpen hát 5 játékosunk lesz, aki feljebb lép, tehát az U19-hez kerül, még ott is vannak bizonytalanságok, és akkor akik maradnak a 2007-esek, illetve az ügyesebb 2008-asok játszottak nálunk, illetve volt két 2009-es is, ők valószínűleg, hogy kiemelt U16-os bajnokság, még ez is úgymond kérdéses, tehát jó lenne kipróbálni magunkat, ez a korosztály is megérett rá, bár itt is történtek tulajdonképpen, ugye a Kecskeméttel kerültünk egy olyan kapcsolatba, hogy a tehetségeket odairányítani. Nem mindig egészséges, nem mindig jó. Ez akkor lenne jó, ha két oldalú lenne, hogy esetleg cserébe meccsekre mi is kapnánk játékosokat, mikor lásd, U16-11-en vagyunk, vagy 10 utaztunk el Jánoshalmára, ahol nyertünk fölényesen, de azért, szóval ezen lehet, hogy kellene, sőt, nem lehet kell változtatni. Illetve most már, hogy mi lettünk itt a C kategória, vagyis hát a régió kiemeltjei tulajdonképpen Izsáktól Kunszer Miklósig, hát jó lenne nekünk is élni az a lehetőséggel, hogy az ott játszó, akiket a Bozsik tornákon láttuk, ott játszó tehetséges gyerekeket, akár Akasztóról, akár Vadkertről, akkor leigazolni, hogy ne legyenek létszámgondok, akkor nem vakargatnánk a fejünket, meg agyalnánk rajta, hogy legyen, mint legyen, akkor meg lennénk létszámgonddal. Tulajdonképpen azzal nem igazán értek egyet, hogy például akik elmennek, magasabb osztályba menjenek, de még nem töltötték be a 14. életévüket. Tehát az általános iskolások, ez régen is így működött, és jól működött, amikor még nagyon jó felnőtt foci is volt. Az én időmben is, hogy tulajdonképpen ahogy a középiskolát kezdtem meg egy új helyen, 14 évesen, akkor már úgymond nagyobb érett arra, hogy hiszen most még a család az első tényező. És a nyugati akadémiák már rájöttek erre, hogy hétvégén nincs meccs. Hétközben ott vannak az akadémián, játszanak, lejátszák hétközben a meccset, és pénteken mindenki hazautazik a családjához, és hétfőn kezdik újra. Mi meg akkor kezdtük el ezt az akadémiai módszert, amikor az már lecsengett máshol. Most ez nem kritika, de van benne igazság. Tehát azért ők még gyerekek. Tehát nem felnőttek, bármennyire is néha annak hiszik magukat. Fontos az, hogy nyugodt háttér legyen, fontos lenne, hogy szeressen edzése járni, és rendszeresen ott legyen. Tudom, hogy mellette van 1000 más dolog, ami leköti a figyelmét. Az sem volt annyira jó nekünk, labdarúgó edzőknek, utánpótlás edzőknek, hogy tulajdonképpen 12 éves korig, óvodás korától, 5-6 éves korától foglalkozunk velük, és akkor hát bekerülnek a 6-osztályos gimnáziumba, mindegy, nevezzük bárhogy, és akkor ott például az összes testnevelő tanár kézilabda edző. És természetes, hogy ügyes gyerek, erős, fizikálisan jó a mozgáskoordináció, egyértelmű, hogy neki ilyen ember kell. Ha mi az ügyetlen végtaggal megtanítottuk őket, akkor neki az ügyesebb végtaggal könnyebb. Tehát most azt mondom, hogy igen, minden kézilabdást tud focizni, de nem mindegy, hogy hogyan. És ez viszont jó, hogy hát lásd, elmennek az ügyes focisták, és ügyes kézilabdások is lesznek. Én természetesen azt mondom, ki kell próbálni minden sportágat. Nálam az alap az, hogy úszni, meg egy év jó lenne, ugye nálunk a Bemiskolában működik a cselgáncs, az egy alap, hogy megtanulsz esni, jóval kevesebbet törik el a végtagod, egyebek, keményedsz, erős, megtanulsz küzdeni sportszerűen, tehát nem az, hogy agyonrúgom, meg agyonvágom, meg behúzok neki egyet, mikor nem látja a játékvezető. De az úszás szintén nagyon fontos, mert a keringésrendszert, légzést, mindent nagyon-nagyon segít, állóképesség, kitartás. A többi meg utána már a edzéseken múlik, hogy a gyermek mennyire akarja. Sokszor az is a baj, a szülő sokkal jobban akarja, hogy focista legyen. Tehát azt mondom, hogy próbáljanak ki minden sportágat, és természetesen drukkolok annak, hogy azt hiszem most ez az első év, hogy 3 kézilabdásunk, akiből egy focistaként kezdett, illetve az egyik szintén még nálam annó elsőben, 3 mennek Szegedre és Veszprémbe akadémiára. Tehát azért mutatja, hogy ott is természetesen minőségi munka folyik. És hát azért tőlünk is kerülgetnek el, ugye Kecskemét, Paks, vagy olyan játékosunk, aki most a Kecskemét után egy év után az NTK-hoz. Tehát azért azt mutatja, hogy valami alapokat azért mi is le tudunk rakni.